Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ünnepi Isten tiszteletünkön, Istenünk igéjével János evangéliuma 3. részének 5. verséből. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ámen. Gyülekező énekként szeretett testvérek, 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltál mindenkor életem, mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Szeretett testvérek, fennállva dicsérjük Istenünket, 167. dicséretünket énekelve, 167. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igénynek világa. Drága a te
helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását, 459. dicséretünk első három versét énekeljük, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk végén mindazt, ami ő, mert Isten őriz híven reggel este, őrülhet bár. Bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terve rám szakad, megrettent lelkünk vigaszodat kéri, mit nékünk szerze atyány szent. S ha szenvedések kejét adod inni, mely színig töltött keserű s nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áld vagy Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, hallgassátok Istenünk igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk János evangéliuma harmadik részéből, a harmadik rész első 8 verséből. Istenünk igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe is, megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Urunk áldása nyugodjon ige hallgatásunkon, hogy szavának legyünk befogadói, megtartói, és teremjük annak gyümölcseit a hitben. Gyertek ezért, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Jézus Krisztus, áldunk téged és dicsérünk a te ígéreteidért, és azért, hogy te hűséges, bűnbocsátó Isten vagy. Áldunk téged azért, mert nem csupán megígérted az üdvösségünket és a bűnbocsánatunkat, hanem el is végezted az áldozatod a Golgotán. És köszönjük, Úrunk, hogy a te áldozatod óta minden nap kegyelem és minden nap ajándék, amit megérünk. Köszönjük, Úrunk, hogy a mai nap kegyelmét is megadtad nekünk. Hálát adunk azért, hogy a te házadban egy szívvel, egy akarattal összegyűlhettünk. Úrunk, köszönjük neked, hogy akármit hoztunk most magunkkal, gondolatainkban, szívünkben, a terheket, nehézségeket, bűnöket, amiket magunkkal cipeltünk és húztunk,
de el kívánod venni. Köszönjük, Urunk, hogy talán Te azzal akarod betölteni a szívünket, ami leginkább hiányzik számunkra. Köszönjük, hogy jössz vigasztalásoddal, bátorításoddal, jössz a Te igéddel. Urunk, hálát adunk Neked mindennapi ajándékaidért. Így köszönjük meg Neked ezt az esőt. Köszönjük, hogy ismét bebizonyítottad, Te imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk, halld meg, amikor könyörgünk hozzád, igéért, vezetésért, erősítésért. Urunk, ha Neked is úgy tetszik a mai vasárnap, jelensd ki magad előttünk, s szólj arról, szükséges nekünk újonnan születnünk. Köszönjük Neked, Jézus, az új életet, ami lehetségessé válik Te benned. Köszönjük a bűnök bocsánatát, és köszönjük az üdvösséget. Jézus Krisztus, hívogass igéd szent lelked által ebbe az új életbe, pecsételj el, jegyezz el bennünket saját magadnak, kötelezz el a Te követésedre, és kötelezz el, kérünk, az engedelmes, céltudatos életre bennünket. Adorunk, hogy ne szóljon hiába a Te igéd. Add, hogy tudjunk rá figyelni, és tudjuk megtartani mindazt, amit az igéden keresztül személyesen nekünk akarsz üzenni. Kérünk, Urunk, így irányítsd most figyelmünket, így irányítsd most bennünket a Te igéd közelébe. Ámen. Istenünknek élő és életet adó igéje, amelyet hirdetni kívánok, ige hirdetése előtt 154. dicséretünket énekeljük. Míg énekeljük 154. dicséretünket, megkérem a vasárnapi iskolás gyerekeket, fáradjatok át az alkalomra, áldott vasárnapi iskolát kívánok mindenkinek. Adó igéje, amelyet hirdetni kívánok közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával, írva található Péter első levele első részében, a 3. verstől az 5. versig terjedő igeszakaszban így. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim Jézus Krisztusban, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Húsvét ünnepe utáni első vasárnapon. Ez a vasárnap a klasszikus egyházi naptár szerint egy különleges témával rendelkezik, ehhez igazodik ez az ige, és erre kívánja a figyelmünket irányítani ma Isten. Ez a vasárnap az új élet vasárnapja, a Krisztusban való új élet vasárnapja. És a mai napon nem csupán ünnepelhetjük azt, hogy Isten új életet mutat, és új életet ígér a földjeinknek, a vetéseinknek, az eső miatt. Nem csak megtartott életünk miatt örülhetünk és adunk hálát, hanem azért adhatunk hálát, hogy a nevünk fel lehet írva a mennyek országában Jézus Krisztus vérével, vére által. Szeretett testvérek, ez az új élet, amelyet Jézus Krisztus elkészített nekünk, folytatódhat az életünkben, és elkezdődhet egy döntéssel, amikor őt választjuk, és amikor vele kezdjük el folytatni mindazt, amit eddig ő nélküle tettünk.
Úgy gondolom, nem én vagyok az egyetlen a gyülekezetben, aki követett el és követ el hibákat az életében. Számtalanszor ezeket a hibákat éveken keresztül görgetjük magunk előtt. Éveken keresztül próbáljuk jóvá tenni. És számtalan elrontott téves döntés van mögöttünk, megbánt szavak, keserű emlékek, amiket erőnek erejével sem tudunk már kijavítani, és jobb esetben csak toldozzuk, foldozzuk a sebeket, megpróbáljuk kezelni mindazt, amit egyszer rosszul tettünk, rosszul mondtunk. És újra kezdeni valamit az ember életében nagyon nehéz, és nagyon sokszor lehetetlen. Testvérek, a mai vasárnap evangéliuma, az első evangélium, amit meg kell hallanunk ezen a vasárnapon, az az, hogy Isten nem csupán a földi életet adta nekünk. Mert ezt a földi életet, ezt a biológiai életet, ami adatik néhány évre, évtizedre, mi olyan hűtlenül tudjuk kezelni. Annyiszor el tudjuk rontani, annyiszor vegetálunk benne a bűn miatt, hanem ad Isten új életet Jézus Krisztus által. Nekünk nagyon sokszor lehetetlen újra kezdeni. Nem lehet visszaszívni a kimondott szót, nem lehet a már megtörtént sértést, bántást semmissé tenni, de Jézus Krisztusban van új kezdet, Jézus Krisztusban van bűnbocsánat mindenre. Szeretett testvérem, akkor is, hogyha te már ezt az új életet éled, és akkor is, hogyha még csupán vágysz erre az új életre, szükséged van rá. Szükséged van arra, hogy megteljen az életed a mennyek országának erejével. Megteljen az életed bűnbocsánattal, amit csak Jézus Krisztustól tudsz kapni. Ha van olyan bibliai szereplő, aki tud erről az új életről beszélni, akkor Péter apostol az, akinek tulajdonítják ezt a levelet, amiből felolvastam, ezt az igét. Péter apostol megtapasztalta, milyen az a halott remény, hiszen Jézus tanítványaként ott volt, amikor megtagadta Jézust, ott volt Jézus elfogatásakor, és bár nagy pénteken nem ő állt ott a kereszt alatt, hanem a szeretett tanítvány, de láthatta, hogyan foszlanak semmivé a remények, amiket a tanítványi közösség ápolt és táplált. Testvérek, nagyon sokszor a mi reményeink is szétfoszlanak, úgy, ahogy Péter reményei. És halott reménységgel próbáljuk élni a mindennapokat, élni a nap egyik napról a másikra. Péter apostol megtapasztalja, milyen az az élő reménység, amikor találkozik Jézus Krisztussal, aki feltámad a halálból és vezeti őt. Nekünk is élő reménységre van szükségünk. Mert egyébként az élő Jézus Krisztus vezetése nélkül a reménységünk olyan, mint ahogy Csokonai egyszer megírta, földiekkel játszó égi tünemény, csalfa és vak. Szeretett testvéreim, ahogy Péter hálát ad, szinte egy levegővétellel szakad ki belőle az, amit ír. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péterből kiszakad ez az élő reménység. Mert ott van Péter életében az ellentét és a változás. Péter átélte, hogy minden elveszett. Hiszen az Úr meg lett ölve, keresztre lett feszítve, sírba lett téve, és láthatja Péter azt is, hogy a kereszten mindent megnyert Jézus Krisztus. Szeretett testvérek, ezt mi is átélhetjük, átérezhetjük, talán éppen egymás után. Minden elveszett, és elcsüggedünk, és nagyon sok mindent találunk, ami lehúzhat, elbátortalaníthat bennünket. Nézzünk ebből a szempontból, és ebből a helyzetből a keresztre, és lássuk, hogy ahelyett, hogy minden elveszett, a kereszten mindent megnyert számunkra Jézus Krisztus. A keresztjén emberi mi voltunk forrása, ez az élő reménység. Hogy Jézus Krisztus előttünk jár, és eljött, kijött a halálból, hogy utat nyisson nekünk az új életre. Sokan úgy gondolják, hogy az ember, amíg él, addig javul, addig tanul. És hogyha elég sokáig él az ember, akkor tanul annyit, hogy megtanuljon szépen viselkedni, tanul annyit, hogy az élete egy jó kerékvágásba igazodjon be. Sokan úgy gondolják, megfelelő tanítással, neveléssel az ember javítható és fejlődik. Jézus nem arról beszél, és Péter nem arról tesz bizonyságot ebben a levélben, hogy javítgat bennünket az Isten szervizel, és aztán egyszer csak jók leszünk. Arról beszél Péter apostol, hogy Jézus Krisztus feltámadása újjászül bennünket az új életre. Annyi minden van, amit megjavítanánk magunk körül. A fizikai világban, az életünkben, talán az országunkban, a közösségünkben is. De a mai vasárnap nyíljunk ki a szemünk arra az igazságra,
Isten nem javítgatni akarja az életünket, és nem javítgatásra élünk, javítgatásért élünk, azért élünk, hogy Isten újjá teremthessen bennünket, és a régi bűnös embert eltörölje, megváltsa, úgy, ahogy ő megtette már a Golgotán. János evangéliumában a harmadik részben halljuk azt, hogy fentről is lehet születni, Istentől is lehet születni. Lehet úgy viszonyulni Istenhez, hogy meglátom ő benne azt a csodát, amit megtett a történelemben, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, értem. Szeretett testvérem, én úgy gondolom, hogy vagy eljutottál te már arra a szintre, hogy hited van, és látod ennek az igazságát, és tudsz együtt örülni Péter apostollal, hogy új életed van, új életünk van, vagy vágysz arra, hogy ezt meglásd. Azonban a hitet nem lehet tanítani. A hitet nem lehet tanulni, a hit megszületik az emberben, mint Jézus Krisztus ajándéka. Van egy régi mondás, úgy gondolom ismerjük már többen, ismerjük sokan. Aki kétszer születik, az csak egyszer hal meg. Születünk egyszer erre a földi világra, azért, hogy ez a földi test, ez a biológiai létforma egyszer lejárjon, véget érjen. Hány évesen, nem tudjuk. De aki ebben a földi életben átéri az újjászületést, Isten szent lelke által való új életet és újjáformálódást, az már tudja, nem csupán az életnek él, nem csupán a sírnak él, hanem élhet Jézus Krisztusnak, aki eljegyezte őt magának, és aki örökséget készít el az örökké valóságban neki. Az újjászületés nem egy emberi csodatétel, nem egy olyan trükk, mint az artistának a trükkje talán a cirkuszban, amit hosszas gyakorlással, precizitással végig lehet folytatni és meg lehet tanulni. Az újjászületés csak is az Isten munkája bennünk, az Isten igéje által megy végbe bennünk. Szeretett testvérem, hidd el, azért készítette Isten el az utadat egészen a mai napig, az ő házáig, mert elkészítette az igét, hogy munkálkodjon benned, mert új életet akar neked adni. Lehet, hogy az életednek van olyan területe, ága, ami éppen sínlődik, elszárad. Engeded el, hogy az Isten belenyúljon az életedbe, és valódi élettel, mennyei erővel töltse fel azt. Engeded el, hogy újjászüljön igéje által az Isten. Szeretett testvérek, amíg az igét nem engedjük közel magunkhoz, egészen annyira, hogy az igének alávetve magunkat, engedelmes életet éljünk, és új életet éljünk Jézus Krisztusban, addig ez, akármilyen tiszteletre méltó, de csak egy könyv lesz számunkra. Egészen addig, amíg nem engedelmeskedünk az igének, és amíg nem kérjük, Urunk, szűj bennünket újjá a hitre, a lélek által, addig az ünnepeink csupán hagyományőrzések lesznek. De szeretett testvérek, nem azért állt mögöttünk most a húsvét ünnepe, nem azért lehetünk együtt a gyülekezet közösségében, hogy csupán egy puszta hagyományt őrizzünk. Azért lehetünk együtt, mert Isten újjászülő munkája bennünk is zajlik, és rajtunk is végezni akarja az ő újjáteremtő művét. Engedd és fogadd be, hogy az ige munkálkodjon benned. És ne egy emberi erőlködés legyen a te hinni akarásod, hanem engedelmes alávetés a magadnak, a Szent Léleknek, Isten lelkének. Hányszor próbáljuk meg, szeretett testvérek, 21. századi öntudatos emberként irányítani a sorsunkat. És meghatározzuk, mi, mikor, hogy történjen. Higgyétek el, az Isten szent lelke sokkal bölcsebben tud vezetni bennünket, mint ahogy mi megszabnánk az utunkat. Engedd, szeretett testvérem, hogy ez a lélek Krisztus életét beléd oltsa, Krisztusba oltott ágként egyre inkább hasonlíts a te megváltó uradra. Akár megtörtént az újjászületés, akár nem az életedben, szükséged van rá. Szükséged van azért, hogy áldani tudd az mindenható Istent, és valódi reményed legyen. Hányszor találkozok emberekkel, akikkel beszélgetünk talán a reményekről is, mondják, hogy tiszteletes, hát rossz a helyzet, ez van, ebből kell élni, vagy így kell élni, de hát reménykedünk, hát ha. Újjászületés nélkül, Jézus Krisztus élő valóságának felismerése nélkül, megtérés nélkül, csupán vérszegény reményecskéink lesznek, napról napra. És a remény szava lesz számunkra a hátha véletlenül történik valami változást. Remélem, az ilyen ember kapaszkodik a bizonytalanba. Szeretett testvéreim, Isten nekünk nem olyan reményt adott,
ami függ a körülményeinktől. Nem olyan reményt adott, amit elvehet, akármilyen megpróbáltatás, szenvedés, ami ér bennünket. Biztos reményt adott nekünk. Ne a bizonytalanba kapaszkodj, mindaz, ami körülvesz téged, magadba, embertársaidba, körülményeidbe. Gyökerezz meg a biztos reménységben. Nem rajtunk múlik az élő reménység, hanem megújít Isten irgalma, aki fiát előttünk elküldte, halálba adta és feltámasztotta, hogy üdvösségünk legyen. Így készítette el az Isten az utat a reménységig, így kövezte ki az utat a reménységig számunkra is. És szeretett testvéreim, ez a reménység erősebb, mint a sír. A keresztény ember, a hívő ember tud a temetőben is reménykedni. A halálos ágyán is tud reménykedni, hogy akármikor zárom le a szemem, akármikor jön el az utolsó pillanat, az utolsó lélegzetvétel, tudom, hová kerülök. Ez a remény erősebb, mint a sír, erősebb, mint a szenvedés, mert ez Isten lehetőségének a dimenziója. Ez a remény arról szól, hogy látjuk reálisan a körülöttünk lévő dolgokat, de Isten cselekedhet úgy, hogy megmutassa az ő hatalmát. Szeretett testvéreim, a reménység nem egy általános javulásba való vetett hit, nem egy általános, hát hogyha megtörténik hozzáállás, hanem a hit döntése az keresztény ember számára élő reménység, amelyet csak az élő Jézus Krisztus tud adni. Van egy régi mondás még, a rómaiaktól kölcsönöztük, Nous spiros pero, amíg élek, remélek. Az ember így áll hozzá mindennapjaihoz. Amíg még van erőm letenni a lábamat az ágyról, amíg még van erőm megfogni a kapát, amíg még van erőm a tavaszi munkákat elvégezni, amíg még van erőm nevelni az unokákat, a gyerekeket, szeretni az enyémet, remélek, mert remélem, hogy holnap is lesz erőm. Testvérek, ez a reménység véget ér akkor, amikor elfogy az erő, amikor jön a betegség. Isten nekünk nem olyan reménységet adott, ami csupán egy ünnepi reménység, ami csak húsvétre szól, ami csak a templomban erősít. Olyan reménységet adott, ami kell, mint a falat kenyér. Szeretett testvéreim, jól tudom, milyen nehéz reménykedni. Milyen kevés dologban lehet igazán reménykedni a világban, talán éppen a mi helyzetünkben. De azt is jól tudom, úgy, ahogy Péter apostol tudja, élő reménységünk van Jézus Krisztus által, aki megváltott, megszabadított bennünket. Tudjuk ezt az élő reménységet választani a világ sok hitetlensége és bizalmatlansága mellett. Tudjuk ebből az élő reménységből merítve nevelni a gyermekeinket, unokáinkat, biztatni az itt maradókat és a külföldön dolgozókat, remélj! És ne azért remélj, mert még fiatal vagy, mert még erős vagy, mert még sok időd van hátra, azért remélj, mert van kiben reménykedned. Remélni azt tud, aki életének minden eseménye mögött ott tudja a cselekvő Isten akaratát. Aki meglátja Isten kezét akkor is, amikor éppen összecsapnak a hullámok a feje fölött. Remélni tud még az is, aki a vihar közepében van. Egyszer egy festőt megkértek, hogy fesse meg a békét. És ez a festő több képet készített el. Az első képen egy tengerparti ház állt. Éppen ment le a nap a festményem, és idilli volt az egész. Azt mondta a festő, hogy ez nem béke, hiszen a tengeren még hullámok sincsenek. Ez unalom. Második képen két idős embert festett le a festő, ültek egy padon és fogták egymás kezét, és azt mondta a festő, hogy nem, mégse béke, ez már nyugalom, amit lefestett. A harmadik képen egy madarat festett le, aki egy faágon összehúzódva ült, összehúzta magát és aludt, közben pedig tombolt a vihar körülötte. Esett az eső, dörgött az ég, és azt mondta a festő, igen, ez a béke. Az élő reménység és az Istentől kapott békesség arról szól, szeretett testvérek, és azzal jár, hogy minden körülményünk ellenére van olyan reménységünk, amit nem vehetnek el tőlünk senki és semmi. Mert tudjuk, az Isten gyermekei a legnagyobb örökség. Azt mondja Péter apostol, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, és hervadhatatlan, el nem múló, megavulhatatlan örökségre szül újjá bennünket az Isten. Nem csak remélünk tehát, hanem örökségünk van. Jól tudjuk, az örökség az, amiért nem mi dolgoztunk meg. Az, amit összeraktak előttünk és összegyűjtöttek apáink, nagyapáink, és mi megkapjuk a készet, megkapjuk azt, amiért nem szenvedtük. Ajándékba kapjuk. Isten gyermekei a legnagyobb örökség ezen a világon. Nem ház,
nem föld, nem olyan dolgok, amiket csupán meg lehet fogni, és el lehet veszíteni, el lehet égetni, és el lehet dobni ebben a világban. Isten gyermekei az üdvösség öröksége. Az üdvösség öröksége, hogy az Atya jobbján nekünk is helyünk lesz. Ezért a jövőbe tekintésünkben ne árnyékolja a tekintetünket a bizonytalanság. Vegyük komolyabban Isten szeretetét, mint a minket körülvevő fájdalmat, szenvedést, kihívásokat. Testvérek, amíg van reménységünk, mindenünk megvan. Ha az élő reménységet engedjük el, lehet, hogy lesznek szép templomaink, lehet, hogy lesz nyelvünk, amin tudjunk beszélni egymással, nem csak otthon, nem csak a templomainkban, hanem ahol éppen szeretnénk, reménység nélkül nem fogunk semmit érni vele, mert halódik majd csupán az életünk, csupán fogy majd az életerünk. A reménység megtartó erő. Ebben a történelmi helyzetben, amiben élünk, látnunk kell nagyon világosan, nem olyasmi fog bennünket megtartani gyülekezetként, magyarokként, amit mi teszünk, hanem amit velünk tesz az Isten, aki eddig is megőrzött, és ezután is lehet benne bízni, lehet benne reménykedni. Erről tanúskodik a feltámadás ünnepe. Akár ma ünnepelje valaki, akár az előző héten ünnepelje. Van reménység, és az Isten tervét még a sír sem húzhatja keresztbe. Az Isten tervét még az emberileg végletes megoldás sem gátolhatja meg. A halál sem oldhatja ki az Isten szeretetét, mert van jövője annak, aki reménykedik, akinek élő reménysége van. Van reményünk arra, szeretett testvérek, hogy nem csupán úgy telik az életünk, hogy valaki behoz a kezében az egyik ajtón bennünket csecsemőként, és a másik ajtón kivisznek bennünket, amikor már letelik az időnk a földön, hanem van reményünk, nem csavargók vagyunk ezen a földön, hanem vándorok, és hazavárnak az atyai házba, ahol szeretnek bennünket. Mindenki haza szeretne találni az életében, legalább egyszer. És olyan jó, amikor ünnepkor tud egyesülni a család. Mikor hazamegy az ember és érzi, igen, itt vártok, igen, itt megvan a helyem, itt minden úgy van, ahogy hagytam, itt szeretettel fogadnak. Az élő reménységhez az is hozzátartozik, így vár bennünket, így vár benneteket haza a mindenható Isten. És ezt a reménységet nem veheti el valóban tőlünk senki, mert Jézus a mi reményünk. Ő a mi kősziklára épített házunk. Legyen ilyen kősziklára épített dolog a mi hitünk. Legyen Jézus Krisztusra épített építmény a családunk, az országunk és a nemzetünk, az egyházunk is. Szeretett testvérek, addig, amíg remélünk, addig nem tud bennünket legyőzni senki sem és semmi sem, ami egyébként legyőzne bennünket. Mert miénk a ki nem érdemelt, megbecsülendő örökség. A bűnbocsánat, az üdvösség, amért Jézus szenvedett, Jézus vérezett. Biztató kijelentést is mond Péter apostol. Nem csak reménykedni lehet élő reménységgel, nem csak örökségünkre szül újjá bennünket az Isten, hanem ott van, Isten megőriz hitáltal az üdvösségre bennünket, gondoskodik rólunk, megőriz és oltalmaz. Testvérek, akinek élő reménysége, hervadhatatlan öröksége és oltalmazó Istene van, az nem érzi úgy, hogy mindig neki kell magát megvédenie. Bízik abban, akiben reménykedik, ti is bízzatok. Akkor is, hogyha százféleképpen próbálják megtörni, elvenni, ellehetetleníteni a bizalmunkat, bízzatok a mindenható Istenben. Bízzatok, hogy a reménység Istene, az örökségünket biztosító Isten és az oltalmazó Isten ígérete nem csak a mennyek országában érvényes. Az élő reménység nem csak a mennyek országába hív bennünket, hanem már itt földet ad, már itt reményt ad. Élő reménységünk van, szeretett testvérek, hogy örökségünk, bűnbocsánatunk, üdvösségünk megoltalmazza a gondviselő Isten, úgy, ahogy megoltalmazza nyelvünket is, népünket is. És előállhat akármivel a világ, előállhat akármivel a törvényhozás, nagyobb hatalom fennhatósága alatt vagyunk, gondoljunk csak a himnusz egyik sorára. Nyújts feléje védőkard, ha küzd ellenséggel. Isten hatalma őriz bennünket. Ez a legnagyobb dolog, amire támaszkodhatunk a gondok és a problémák között. A hitben megtett úttá válhat minden, amit megélünk, és minden nehézség, amin keresztül megyünk Jézussal közösségben. És Isten országában, szeretett testvérek, pont ezért nem teljesítménybérezés van, hanem szeretetből mindent megkapunk. Nem az van, hogy
Én ennyi évet töltöttem a templomban, vagy hívőként én annyit, és én többet kapok az Istentől, másik kevesebbet. Isten szeretetből mindent megad, és mindenre megtart bennünket. Új életet kapunk tőle. Az Atya végtelen szeretete az, ami átformál, bátorít bennünket, hogy a hitáltal rábízzuk magunkat az oltalmazó kézre. A mi életünk távlata, szeretett testvéreim, az üdvösség. Nem a gazdasági növekedésben reménykedünk. Nem a politikai változástól várjuk a megoldást, hanem Isten szabadítását várjuk, az üdvösséget várjuk. Ez fog megoldást hozni. Olyan megoldást, ami senkinek nem fog fájni. Olyan megoldást, amiből nem kell kigyógyítani azt, aki esetleg sértve veszi magát. Olyan megoldást, amely valóban a problémát kezeli, és nem csupán szaporítja a bajt. Reménység, örökség, gondviselés. Péter apostol ránéz erre a háromra, ebben az ige szakaszban, és azt mondja, újjászül bennünket az Isten, hogy legyen reménységünk, felismerjük a mennyei örökségünket, és meglássuk, nem csupán emberi pártfogókkal vagyunk körülvéve, hanem maga az Isten őriz meg bennünket hitáltal az üdvösségre. Mi magunk könnyen el tudjuk játszani az Isten szavát. Ha meghalljuk az igét, estére már elfelejtjük talán, de testvéreim, bízhatok abban az Istenben, aki önmagához hű elsősorban, és megőriz titeket az üdvösségre, ha elhatározzátok, hogy az ő útján jártok, befogadjátok az ő igéjét. Ez fog megoldást hozni nekünk, és ez fog újjászülni bennünket, az Isten igéje, amit befogadunk. Reménység, örökség és gondviselés. Mindhármat kapjuk Jézus Krisztusban. Ezután őszintén szóval azt kellene mondanunk, szégyellje magát az, aki bizonytalan, bátortalan, ingerült, nyomott vagy letört, hiszen ilyen Istenünk van, de mégis bizonytalanok, bátortalanok, nyomottak, letörtek vagyunk mi is, mert átéljük mindennapok támadásait, a mindennapok terheit. Erősödjetek meg, szeretett testvéreim, Isten erejében, hogy a ti reménységetek valóban hitté váljon az életetekben. A ti erőtlenségetekben megmutassa Isten az ő cselekvő hatalmát. Ékkor kisemmizetnek érzitek magatokat, hadd nyissátok fel a szemeteket a mennyei örökségre, és amikor úgy érzitek, egyedül maradtok, érezzétek a gondviselő Isten közellétét. Erősödjetek meg Isten erejében. Ismerjétek meg ígéreteit. Rendeljétek alá magatokat akaratának, és ti is elmondhatjátok a szentek közösségének tagjaival. Áldott ami Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számatokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Az üdvösség készen van, a remény készen van, az örökség készen van. De készen vagy-e, hogy új életet kezdj az Istennel? Ámen. Istenünk igéire felelve, 459. dicséretünk, 4., 5. versét énekeljük. 459. dicséretünk, 4., 5. versét énekeljük. 4. verse így kezdődik, és ha az úton örömöt adsz nékünk. Minden gyermeket.
Gyertek, imádkozzunk! Reménység Istene, Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy minket, reménytelen eseteket megváltottál és elkészítetted a reménységünket. Urunk, te látod, annyira hatalmas terheket hordozunk, annyi megbánatlan és eltűrt bűn van az életünkben, hogy reménykedni sem tudunk magunktól igazán. Bocsáss meg, Urunk, amikor úgy reménykedünk, hogy nem vesszük komolyan mindazt, amit te mondasz. Bocsáss meg, Urunk, amikor a reményünk csupán a bizonytalanságunkat fedi. Urunk, te látod, hányszor reménykedtünk az erőnkben, és te megengedted a betegséget, és megengedted, hogy ne legyen többi erőnk. Te látod, hányszor reménykedtünk a kapcsolatainkban, és hányszor engedted meg, hogy egyedül maradjunk. Urunk, kérünk, taníts meg bennünket egyedül te benned reménykedni. Ajándékozz meg olyan élő reménnyel, amit túlmegy ezen a földi életen. Ajándékozz meg olyan élő reménnyel, amivel rendelkezve nem számít, ki mit tesz és mi történik velünk. Nekünk te benned örömünk van, örök életünk van. Jézus Krisztus, te látod, a reménytelen világban és ebben a reménytelen környezetben mennyire szükség van rá, hogy valaki a te tőled jövő reménnyel tudja élni a mindennapokat. Nyisd fel, Urunk, a szemünket arra az örökségre, amit te készítettél el, és amelyért te szenvedtél a Golgotán. És köszönjük, Urunk, hogy helyet készítettél nekünk a te országodban. Urunk, nyisd meg a szemünket arra, hogy te mindent elvégeztél, csak újjászülessünk, csak higgyünk. És bocsásd meg, Urunk, amikor mi szeretnénk megállni félúton. Bocsásd meg, amikor elfogadjuk a te ajándékaidat, de a te igéd alá, fennhatósága alá nem helyezzük oda magunkat. Bocsásd meg, Urunk, amikor kérjük te tőled a megoldásokat, a gyógyulást, csak az újjászületést nem kérjük, és nem fogadjuk el. Urunk, úgy, ahogy egyszer életet ajándékoztál nekünk, ebben a földi életben ajándékozz nekünk új életet Jézus Krisztusban. Ajándékozz nekünk olyan életet, amikor már nem az a fontos, mi vesz körül és mi van ellenünk, hanem mindent te rád nézve tudunk leküzdeni, és mindenen te rád nézve tudunk felülemelkedni. Jézus Krisztus, kérünk, így pásztorolj bennünket, így légy jelen ezzel a gyülekezettel is. Úrunk, erősítsd meg reményünket mindabban, amiben most éppen nem tudunk reménykedni. Erősítsd meg reményünket a te szabadításodban, a te jelenlétedben. Kérünk, Jézus Krisztus, vezess bennünket arra, és áldj meg bennünket abban, hogy az engedelmes életünk világítson ebben a világban. És Urunk, add, hogy a mi élő reménységünk a reménytelenek számára te hozzád vezető jel és ösvény legyen. Jézus Krisztus, arra kérünk téged, munkálkodj a te népedben, a te egyházadban. Kérünk téged az élő reménységünkért, add mutatkozzunk meg, add mutatkozzon meg a te oltalmazó szereteted, hatalmad is rajtunk. Ezt a reménységet kérjük, Urunk, betegeink számára, akik műtét előtt vagy műtét után állnak. Ezt a reménységet kérjük, Urunk, azok számára, akik gyászolnak a gyülekezetben, akik testileg, lelkileg egyedül maradtak, azok számára, akiknek el kellett mennie külföldre, azok számára, akik fájóan néznek a jövőbe vagy a múltba. Urunk, kérünk, hittel gyógyíts meg bennünket minden bűnünkből, és minden reménytelenségünkből, a te szent lelked által vezess bennünket. Így kérünk a te szent lelked vezetését országunk számára. Imádkozunk országunk vezetőjéért. Imádkozunk, Urunk, népünkért, egyházunkért. És add, Urunk, hogy a te néped bizonyságtétele a világban valóban a te dicsőségedet tükrözze. Áldott légy, Urunk, hogy kérhetünk. Áldott légy, hogy megőriztél bennünket. Kérünk, add, hogy áldhassunk téged. Egészen addig, míg te azt jónak látod, Urunk, kérünk ad, hogy áldást örököljünk, és áldást adjunk tovább. Ámen. Mi pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen. Áldásra készülve énekeljük hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetések első pontjában szeretettel köszöntöm az Ungvári TV21 TV csatornának a munkatársait. Köszönjük, hogy vállalták ezt az utat, és köszönjük, hogy bemutatnak bennünket, és köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. És a gyülekezetnek pedig köszönöm szépen a megértést, hogy a mai Isten tiszteleten így egy nagyobb közösséget is befogadhattunk a templomunkba. Hirdetem, szeretett testvérek, az adakozást. A héten Isten dicsőségére névtelenül 1000 grivenny adomány érkezett be a templom alapba, amely a templomunk felújítására, illetve remény szerint a templom tornyunk újjáépítésére gyűjtünk, névtelenül 600 grivenny került, illetve ismét csak névtelenül 500 grivenny érkezett be, illetve érkezett egy darab tized is ezen a héten, névtelenül 750 grivenny. Az Úr áldja meg a hitből adakozókat, adjon nekik élő reménységet, és az ő jelenlétével, gondviselésével kísérje őket családjukban, otthonukban, munkájukban. Hirdetem, szeretett testvérek, az alkalmainkat. Ezen a héten is meg lesznek tartva szokott rendszerint az alkalmak. Szerdán 7 órakor hétközi Isten tisztelet, pénteken 7 órakor bibliaóra, szombaton 6 órakor pedig ifi. Hirdetem, szeretett testvérek, hogy van egy alkalom, amire előre is készülhetünk, és amelyre nagyon jó lenne, és úgy gondolom építő lenne, hogyha együtt minél többen el tudnánk jutni. Május 18-án lesz az az alkalom Debrecenben, ahol a Kárpát-medence magyar reformátussága megünnepli annak az évfordulóját, hogy 10 éve alakult újjá a Kárpát-medencei magyar református egyház. Május 18-án lesz ez az úgynevezett egységnap Debrecenben. Május 8-áig lehet jelentkezni nálam, hogyha valaki el szeretné jutni erre az egységnapra. Én úgy gondolom, hogy egy áldott találkozás lehet ez az egységnap. Nem csupán az ismerős gyülekezeti tagokkal, akik vagy Magyarországon, vagy az elcsatolt területek többi részén élnek, és talán már találkoztunk velük, hanem egy jó alkalom lehet ez a hálaadásra is. Isten megőrzött, megtartott és élő reményt biztosít nekünk. Így készüljünk erre az alkalomra, és szeretettel kérem a testvéreket, hogyha szeretnénk eljutni, szeretnének eljutni, tessen szíves lenni szólni, és akkor összeállítunk egy listát, és biztosítjuk az odautat, az étkeztetést és a visszautat is, megszervezzük. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként, szeretett testvérek, 464. dicséretünket énekeljük, mindhárom versével, majd bemondás nélkül kivonuló énekként 461. dicséretünk második, harmadik versét énekeljük. 464. dicséretünk így kezdődik: Hű Jézusom kezébe, teszem kezem belé. Hű Jézusom kezébe, teszem
hanem